Hát barátnőmmel beszélgettünk arról, hogy a mostani járványidőszakban mennyire nehéz cselekedni, és hogy mennyi mindent kéne megújítani. És hát fölmerült, hogy hogyan tudna a munkában váltani. És hát eszébe jutott, hogy hát lehet, hogy az asztrológiai képlete az segíthet abban, hogy megnézzük, hogy neki most mi lenne a jó irány. Úgyhogy el is kezdtük ezt a beszélgetést, itt is van a vonalban, úgyhogy most megkérdezlek, hogy mi a pontos kérdés, hogy melyik területedet nézzük meg, mert nyilván nem biztos, hogy minden életterületedet érint, úgyhogy akkor kíváncsi vagyok a kérdésedre. Hello, sziasztok! Ami engem most nagyon érdekel, ez az eredményesség, mert úgy érzékelem, ha én belülről az életemben, hogy nagyon sok energiát beleteszek a dolgaimba, és mégsem jön velem szembe az eredmény. És ez érdekelne, hogy mit csinálok rosszul, vagy mit csinálhatnék jobban, vagy milyen forrásomat nem használom ki, amit kihasználhatnék. Aha, igen, az erőforrás, az nagyon jó irány. Jó, hát a képletben, az asztrológiai képletben a Marsot fogja mutatni egyébként a cselekvőerődet és az eredményességet. Hát több más mellett is, de hogy magát a cselekvős irányát, meg az erőforrásokat, az a Mars fogja mutatni. A te képletedben ez a szűz jegyében van. Közben itt lesem a képletedet, mert kinyomtattuk ugye ezt a beszélgetés elején. Hát a szűzmars az ugye azt jelenti, hogy nagyon lassan tudsz haladni, és miután a te képletedben rengeteg tűz van, ezért ez egy alapfrusztráló energiát hozhat az életedbe, hogy mennél-mennél türelmetlenül, hiszen azért nagyon sok tűz az lendületbe hoz, és a marsod meg azt mondja, mintha lenne a fejedben egy hang, hogy lassíts, nem kell úgy kapkodni. És akkor emiatt már egy ilyen alap belső feszültség megjelenhet, meg szerintem ezért van az, hogy sokszor ilyen tehetetlennek érzed a dolgokat. Hát mondtad ezt az erőforrás a szűzjegynél, hiszen ez a szűzmas. Ott a módszeresség, az analitikus gondolkodás, az abszolút megtervezettség. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minden tervedet, amit kitalálsz, azt írd le, és nagyon részletesen gondold át, és részletesen jegyezd le az összes lépését. Nem tudom, szoktál egyébként ilyen alapos tervezést csinálni? Hát ezt így nem. Én akkor tervezek, meg akkor elemzek, ha elakadok. Aha. De egyébként én ezt az elején nem szoktam csinálni, úgyhogy akkor az például lehet, hogy... És ez már sokszor szembe jött velem, hogy kellene, csak ezt én nagyon lassúnak tartom. És egyébként, ha csinálom, és akkor is eltérek tőle. Nem baj, az eltérés. Ez nem baj? Nem baj, viszont ugye, arra gondolsz, hogy a Mars az egy elinduló energia. Úgy képzeld el a Marsot, mint amikor jön a tavasz, és a bimbóznak a fák. Egy ilyen nagyon erős elinduló energia, hogy az a rügy kipattanjon tavasszal. Tehát ez egy elinduló energia, és ha pont az elindulásnál nem használod, akkor ez olyan, mintha a fegyver nélkül mennél a csatába. Jó, okay. Tehát hogy érdemes lenne, akkor ezt nem csak a... Mert akkor ez olyan, mintha arra használnád, hogy hogyan korrigáld a hibáidat. Aha. És az akkor nem fog eredményt hozni, akkor csak így hát, valami... Ez előtt alap nélkül építenéd a házad, vagy megmarad, vagy nem. Aha, oké. Okay. Mert a nagyobb viharra azért nem feltétlenül fog egy alapozatlan ház megmaradni, míg hogyha nagyon szilárd alapot építesz, akkor azért sokkal stabilabb lesz. Aha, oké. Okay. Volt, tehát, hogy nem feltétlenül volt az rossz, hogy közben is terveztél, de feltétlenül nagyobb eredményt fogsz elérni, hiszen gondold el, milyen az, amikor elindítasz egy cselekvést, alapos tervezés van, mi gondolja, maradjunk a háznál, hogy egy mérnöki tervezés áll mögötte, egy alapos mérnöki tervezés, ugye mindent végig gondolnak, megépítik az alapokat. Általában, hogy egy ház alapozása tovább is tart időben, mint maga a falaknak a felépítése. Hogy ilyenkor azért hosszabb távon gondolkodunk, ez az egyik. Tehát ha hosszú távon gondolkodsz, akkor több mindent tudsz figyelembe venni, mintha csak rövid távon. Ez jó, hogy mondod, mert azért nagy terveim vannak. Tehát, hogy ahhoz akkor kellenek a biztos alapok. Akkor azért nem áll össze olyan simán. Igen. És arra tudsz mondani valamit, Andi, hogy esetleg valami megoldást, amit a képletem mutat, hogy még élvezzem is, mert én azért annyira nem élvezzem ezt a lassú, ezt a nagyon-nagyon lassú építkezést, hogy jó, értem, felfogom, hogy ez kell, meg valamiért van, de hogy valami
mi támogatja ezt, hogy még esetleg élvezzem is. Oké. Okay. Hát, mivel neked a másod a 8-as házadban van, ez egy ilyen elengedős ház, ez azt jelenti, hogy az elengedés, mint erőforrás nagyon sokat segít. Tehát amikor ez rád jön... Nem hangzik pozitívan. Tessék? Ez hirtelen nem hangzik pozitívan. Ja, hát mert én pont eredményeket szeretnék, meg gyűjtögetést, és... Jó, nem az eredményt kell elengedni, jó? Tehát, jó. Jó, tehát nem azt kell elengedni, hogy én ne vágyjak arra, vagy ne akarjam az eredményt, jó? Hanem azt kell elengedni, hogy türelmetlenül akarom, hogy frusztrál, hogy görcsösen akarom, és most azonnal, tehát inkább a türelmetlenség, vagy ha esetleg van benne bizonytalanság, hogy mondjuk egy olyan dolgot akarsz, amit még nem csináltál, esetleg kételj abban, hogy sikerül, tehát inkább ezek. Ezt úgy képzeld el, hogy van egy út előtted, és vannak rajta nagy kövek, meg mindenféle lomok, és akkor ezeket el kell takarítanod az útból. Elengedés az ebben segít, hogy ez az út tiszta legyen, és járható. Aha. És nekem mik ezek a szikláim, vagy ezek az akadályok? Hát, azt, mivel ugye nagyon sok tűzenergiád van, ezért inkább a türelmetlenség, ez egy nagyon nagy akadály. Aha. Illetve mivel neked nagyon erős az intuíciód, így a képlet alapján, mondanám, hogy amikor így az értelmedet használod, hát ez most így elég furán fog hangzani, tehát amikor így logikusan akarsz dolgokat, akkor az egy kicsit akadályozhat. Neked az intuíciódra jobban kell hagyatkozni. Tehát a logika is egy picit. Tehát, hogy, és ez így nagyon furcsa, mint azt mondtam, hogy tervezzél. Igen, de ezt a feszkót érzem magamon belül is egyébként. Tehát úgy kezded el, hogy legyen ez inkább ez a tervezés egy ilyen általános fázlat, és mindenképpen ezt fog fel úgy, hogy ez egy olyan keret, amiből kiléphetsz. Jó, tehát ez a keret, ez inkább egy ilyen biztonságos alapot fog képezni, amitől el lehet térni, és vissza lehet hozzátérni. De hogy amikor eltérsz valamitől, akkor is jó, ha tudod, hogy mitől térek el. Jó, tehát nekem a keretem a ház, az otthonom, ahol lakok, és amikor kimegyek otthonról, akkor is tök jó érzést tudni, hogy visszamehetek hozzá, és az egy biztonságos, ismert környezet. De ettől én még kimászkálhatok. Jó, tehát hogy ezt inkább úgy vett, hogy ez csak azért van, hogy egy picit letisztuljanak a gondolataid, illetve hogy egy picit megfontoltabb legyél, és mindenképpen engedd meg magadnak, hogy ettől eltérj. És hát ugye nagyon fontos, hogy időről időre korrigáld. Tehát, mint mondtam ugye az előbb, hogy hosszú távon kell tervezni, hosszú távra kell tervezni, hát nyilván ezt részfeladatokra szét kell bontanod. Tehát, hogy mit tudom én, heti vagy havi részeket tűzél ki célul, tehát mondj le kisebb időszakokra, és akkor, amikor odaérsz, mit tudom én, tervezti egy hónapra egy 2 éves tervet, akkor megnézed, hogy az egy hónapos részfeladatnál most hol tartasz. És hogyha nagyon eltértél, és esetleg nem úgy érzed magad, főleg ugye az érzéseid fognak segíteni, illetve a visszajelzések is segíthetnek, akkor változtathatsz. Ha meg úgy érzed, hogy jó az irány, akkor megmaradhatsz azon az irányon, és akkor át lehet tervezni. A szükséges, nem biztos, hogy egyébként szükséges, mert lehet, hogy a nagy terve attól még jó helyen vagy. Jó, tehát ugye inkább ez csak ilyen mankónak használ a terveket, és nagyon-nagyon fontos, hogy az intuíciódra hallgass. Egyébként most nézem, hogy nagyon sok jegyed van a mérlegben, tehát hogy ami neked nagyon-nagyon nagy segítség még, az, hogyha emberek támogatnak, kifejezetten szükséged van azokra, hogy másokkal valahogy kapcsolódj. De én szerintem van is ilyen igényed, nem? Van, igen. De ugyanakkor az önállóságra is, tehát hogy ez is így billeg bennem, mint ez a logika, meg az intuíció. Aha. Hát igen. Igen, mert hogy elég erős energiád van az önállóságra, de olyan, mint ezt is most tanulnád, hogy hogyan működj együtt másokkal. Úgyhogy itt meg azt kell megtanulni, hogy nem folyamatosan működsz együtt másokkal, hanem időről időre bevonod bizonyos részekre. Akár mivel talán az alapozás egy picit nehezebb, akár mondjuk abban segítséget kérni, hogy hogyan struktúrál az alapokat, vagy milyen gyakorlati lépések legyenek.
Uh-huh. Mert azt látom, hogy a napod az jó helyen van, tehát hogy látszik, hogy az önállóság az megy neked. Aha, aha. Igen, ez jó, hogy mondod, mert igazából szükségem van a külső struktúrára, mert én nem szeretek. Tehát én nem vagyok ilyen tervezős. Uh-huh. Úgy, akkor befeszülök tőle, ha engem kintről kontrollálnak. De akkor ez jó volt, ahogy jó fogalmaztál, hogy segítséget kérjek a struktúrálásba. Ez nagyon jó volt, köszi. Igen, mert ahogy néztem a horoszkópodat, mivel a földelemből csak a marsod van, a földelem a horoszkópunkból, ezek a gyakorlatias dolgok. Uh-huh. És mivel neked nagyon sok levegőd és nagyon sok tüzed van, tehát lehet, hogy a gyakorlatias dolgok megtétele egy picit nehezebb, vagy sokkal több energiát igényel tőle. Uh-huh. És hát időben azért nem mindegy, hogy mennyi ideig tart valami, főleg a mai világban. Uh-huh. És emiatt jó, hogy a kér segítséget. És azért látszik, hogy együttműködni meg nagyon jól tudsz, egyszerűen csak azokra a dolgokra kérj, amire szükség van, és lehet, hogy ez pont az elején érdemes, hiszen hogyha eddig nem nagyon terveztél ennyire részletesen előre, akkor ebben tudnak segíteni, és lehet egyébként, hogy később nem is lesz rá szükséged, sőt, akár azt is el tudom képzelni, hogy amikor ezt megtanulod és gyakorlod, akkor ez a szűzmars már nagyon jó harmonikusan fog működni, és már akár a későbbiekben nem is kell az elején sem. Uh-huh. Ahogy majd meglátod, hogy azért lehet ezt élvezni, hogy megcsinálom előre a terveket, kidolgozom, és megszokom, hogy minden új dolgot egy picit átgondolok, és akkor már nem kell annyira. Nem tudom, egyébként volt egy ilyen élményed, amikor így kívülről kontrollálták azt, hogy mit, hogyan csinálj, amikor te ezt belül nem tetted meg. Na, volt egy pár, igen. Ki is menekültem belőlük. Igen, mert hogyha te belül nem kontrollálod magad, akkor valamilyen ez kívül megjelenik, hiszen ugye szükséges meg. Uh-huh. Na, hát ez motivációnak nagyon segít, hogy inkább a kezembe vegyem. Uh-huh. Egyiket se szeretem, de akkor már inkább ezt választom. Nehéz, de egyébként meg úgy néz ki, hogy azért a sok mérlegséget, mert néztem, hogy nagyon sok bolygód van a mérlegben, az egész életed arról szól, hogy egyensúly. Tehát, hogy tanuld meg azt, hogy egyensúlyban működj. Aha. Hogy mindent így kiegyensúlyoz az életedben. Tehát, hogy ez neked talán egy picit többször előforduló témád az életedben. Tehát ez minden területre kihat, mert oldat is a mérlegben van, tehát hogy az érzelmeid is egy picit ilyen ingadozhatnak, vagy nagyon függ a cselekvő erőt például attól is, hogy kivel kapcsolódsz éppen. Hogy mennyire tudsz egyensúlyban működni valakivel, vagy nem. Tehát, hogy a kapcsolódások nagyon sokat segítenek az egyensúlyban, de nagyon sokat ronthatnak is. Jó, de maga az egyensúlyozás azért ez egy elég komoly témád. Jó. Köszi szépen, Andi. Ez nagyon sok mindent megmagyarázott. Örülök. Na, hát akkor emészgezd, és akkor, hogyha kell, még nézünk legközelebb, hogyha... Rendben. Jó? Köszi szépen. Szia. Hello.